Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudok egy parancsos szerkezetet összerakni. Mármint magára az egy gondolok. Itt van egy kész szerkezet, ezt most uh, éppen egy és eszembe jutott, hogy gyakran kérdezitek ezt, úgyhogy, úgyhogy most megmutatom, hogy uh, hogy milyen nálam ez a folyamat. Én ezt kézzel szoktam csinálni, tehát nálam ez úgy néz ki, hogy megnyitom Notepad plus és innen Minecraftból kimásolom oda a parancsokat. Van nekem egy ilyen előre elkészített mintám, amiben, amiben, megvan a parancsok helye, csak be kell másolni őket, mindjárt megmutatom. De egyébként nyilván nem úgy kezd az ember, hogy ehhez ért, meg ezt átlátja. Legesleg először én is kipróbáltam egy generátort, úgyhogy bejátok a keresőbe, hogy Minecraft van command generátor, igen, és akkor itt is van Mr. Garettónak például a generátor, de láttam már mástól is generátort. Ez 1.9-ig jó, de van itt egy ilyen, ami, amiben már több opció van. Lehet importálni, exportálni, tök jó. Kezdésnek tökéletes egy ilyen generátor. Persze nyilván ez, ennek is korlátozottak a lehetőségei, nem lehet akármit hanem csak amire így fel van készítve ez a program. Lépjünk, biztos van még jobb is, lehet, hogy valahol még több ö, opcióval van, tehát tényleg csak keresni kell. Na, de most nem fogok. Szóval nem, ez úgy néz ki, hogy lekesleg leges, először megépítek egy szerkezetet, a szerkezetnél odafigyelek, hogy, hogy így az X felé nézzen, hogy is mondjam, tehát ez így vannak a sorok, ezek a repeaterek mindig így a x tengely felé nézzenek, azért mert az én kis egyparancsos vázam vagy vázlatom is így van beállítva. Tehát, hogyha így csinálom, így ebből csinálok egy parancsost, akkor tuti úgy fog működni, mint hogy itt megépítettem. Jó, mutatom ezt, hogy néz ki Notepad++-ban. Ez, ez már a félkész parancs, Szép hosszú, hát egyébként, egyébként láttátok az előbb, most egy kicsit nagyobbra sikerült a szerkezet, remélem bele fogok férni még egy parancsba. Ez így első ránézésre tudja átláthatatlan, hát igen, de, de mivel ez a sajátam, én tudom melyik rész hol van. Na, ez úgy kezdődik, hogy itt vannak az elején parancsok, ez a rész, itt látjátok. Ezek ilyen, ezek ilyen előkészítő parancsok, látjátok ilyen game rule van itt beállítva, a szkórokat fölveszi, amikre szükség van. Van itt két fil, ez a doboz csinálja meg. Aztán vannak itt ilyen set blokkok. Itt egy set blokk, itt egy set blokk, itt, itt, meg itt, itt. Ezek a szerkezet elején lévő táblák, meg a mögöttük lévő agyagok. Tehát tulajdonképpen ez a része, hát mondhatjuk a, a menüje. Aztán ha lejjebb megyünk, akkor itt ilyen, ilyen blokkokra van osztva. Itt alul jobban látszik, itt ezekben még nincsen parancs. Látjátok, hogy van itt egy ilyen blokk, meg van itt egy ilyen blokk. Ezek a sorok. Alulról indul, itt az első blokk. Ez, ez, most itt csak egyetlen parancsból áll, ez a törlés, majd a végére több parancsból fog állni, de hát előre nem tudom sosem, hogy, hogy kell-e még más parancs a törléshez, úgyhogy ezért egyenre most csak egy parancsból áll. Aztán itt van ugye a fölötte lévő, ez ugye jellemzően az szokott lenni, amikor tárgyat kaptok, illetve amivel tárgyat lehet lekérni. És aztán, és aztán így tovább fölfelé. Ezt ha megnézitek, most most ilyen szélesre sikerült, mert eléggé sok kommandok kellett, és akkor próbáltam úgy elhelyezni, hogy minél kisebb legyen. Szóval ez most ilyen dupla vastag, úgyhogy itt az első sor alatt, ha van, igen, itt az első sor alatt lévő blokk, ez a blokk, ez, ez nem a fölötte lévő, hanem a mellette lévő. És akkor ez már a fölötte lévő, ez meg a mellette lévő lesz, csak még nincsenek átírva a koordináták. Aztán van még alul egy blokk, ez, ez az utolsó három parancs pedig arra szolgál, hogy kitörölje, amik, amik a generálás során létrejönnek. Tehát, ha megnézzétek, akkor úgy indul, hogy egy ilyen folding blokkot megidéz, ami egy kő. Arra megidéz egy egy reston blokkot, arra pedig egy ilyen activator Ez az a fajta sin, ami aktiválja a, a rajta lévő csillét. Itt most ugye command blokkos csilléket rak le, tehát az ezekben lévő parancsok fognak lefutni. Igen, szóval itt az alján ezeket a blokkokat, illetve ezeket a csilléket törli ki. És igazából ennyi. Ezt az alsó részt ugye sosem kell bántanom általában, ha csak itt a generálásnak a módján nem változtatok valamit. Itt ugye fölül természetesen oda kell figyelnem, hogy meglegyenek azok a game rule -ok, meg azok a szkórok, -ok, amik kellnek a szerkezetnek. A, ennél a hát mondjuk menüs résznél is igazából ritkán kell módosítani, esetleg, hogyha más kiírást akarok. Illetve most pont azt változtattam rajta, hogy nem reston blokkot rak le, hanem a command blokkban ezt az autóteget állítják. egyébként itt van a parancs, tehát nem úgy aktiválom a sima command blokkot, aminek jel kell, azt a sárgát, nem úgy aktiválom, hogy reston blokkot rakok mellé, hanem ezt az autó teget beállítom egyre. A reston blokk, pedig mutatom, itt van, illetve a command blokk, az magát visszaállítja nullára. Így legközebb is lehet használni. Tehát ez olyan, mintha leraktam volna mellé egy reston és ő kiütötte volna. Ehelyett most is spóroltam egy blokkot, beállítottam rajta ezt az autót, ez a ez ugye ott a command az always, always active, hiszem így van. Itt, itt ez állítódik át always active-re. És ugye magában meg egy olyan parancs fut, hogy, hogy resettelődjön is. Tehát, hogy visszaállítja ezt nullára. Úgyhogy ezt majd a mintámban is frissítenem kell, mert mostantól ezt a módszert fogom használni. Egyébként itt van ez a mint, amiről beszélek. Itt, lát, itt, látjátok, most a két game rule van, tök alap game rule, ez minden szerkezethez kell, hogy a command blokkok -ok ne üzenjenek a chatre, és ez a és ez a log admin command, főleg szervereken érdekes, hogy ne írjanak a logba. Volt rá példa, hogy ez ugye nem volt beállítva, és futott egy ilyen nagyobb szerkezet, és hát iszonyat gyorsan elkezdte termelni a szerver a logot, egy igen nagyméretű fák fájl keletkezett, hát ami eléggé lassítja a szervert. Szóval ez egy fontos parancs. Aztán itt a törlés, ugye az üres blokkok, amiket mondtam, és, a, és az utolsó rész, ami eltakarítja, ami az ilyen ideglenes dolgokat. Hát jó, ezt a mintát meg fogom osztani, természetesen nem ilyen set blokkal, hanem blokkdatával lesz már ott. Amire nagyon figyeljetek oda, hogy nekem itt be van állítva, hogy készítette Csabusa. Úgyhogy az ilyesmiket majd írjátok át, egyébként nyugodtan föl lehet használni. Igen, kell hozzá egy kis tapasztalat, hogy így lássa az ember mi hol van. De most így elmutogattam, hogy mit hogyan kell elképzelni. Úgyhogy szerintem ez alapján meg lehet csinálni, de hát ha nagyon nem megy, akkor mondom, mindenre van generátor, egy parancsosra is. Mutatok egy-két parancsot így folyamat közben. Most mondjuk ez a sor. Aha, ez, ez a két blokk, mint ez a blokk, meg ez a blokk. Ez a két alsó sor volt, úgyhogy most jön a következő. Vissza. Tehát így ez a sor, meg ez a sor megvan. Úgyhogy most jön ez, meg ez. Megnyitom a kommandokot, Ctrl-A, Ctrl-C, Notepad, és ide bemásolom. És ez egy szép parancs. Amire nagyon oda kell figyelni, az idézőjelek. Tehát, hogyha, hogyha van, akkor, akkor elég keményen kell használni ezeket a backslash-eket. Látjátok, ezek itt a tábláknak a szövege, és, és, itt már konkrétan három backslash kell, hogy, hogy jó legyen a parancs. De ha még ezen belül is lenne, akkor nem vagyok benne biztos, de talán 7 backslash kéne írni a maskaköröm elé. Most hirtelen nem tudok mutatni olyan példát, de van olyan egy parancsos, ahol ahol tényleg ilyen rengeteg backslash kell a, a maskaköröm elé, hogy, hogy működjön. Mert a maskakörmön belül, maskakörmön belül, maskakörmön belül, nem is tudom, hány szintig mentem. Ja, szóval ez meg volt. Oké, okay, és akkor a mellette lévő. Ctrl A, Ctrl C, ami nagyon nagy kell figyelni, hogy ugye vannak olyanok, amik ilyen, ilyen feltételesek, ez a condition -a be van állítva, úgyhogy ezt úgy lehet, úgy lehet állítani, hogy itt a, itt a átírjátok, egészen konkrétan ebbe az irányba néző conditional az 13, és a parancsot ide bemásolom. Ugye a command nem kötelező elé a perjel, azért törölgetem ki, hogy ezen is póroljak egy kicsit a kódon kicsit aggódom, hogy nem lesz elég a 32 ezer karakter. Na, szóval és így tovább, szépen a vég, megyek, bemásogatom. Persze ez sokkal gyorsabban megy, mert nem magyarázok közben. Tényleg azt nem is mondtam, hát tulajdonképpen nem csak, csak, nem emeltem ki, nem magyaráztam meg részletesen, hogy ez hogyan is működik. Pedig hasznos lett volna azzal kezdeni. Tehát amit látjátok, megidéződik egy, egy kő, arra egy reston blokk, arra egy sín, ami aktiválja a command blokkos bányakocsikat, és ugye azon rajta vannak ezek a, ezek a parancsok. És ezek a csillék rakják le a blokkokat, rakják össze a szerkezetet tulajdonképpen. Tehát lerakok egy command blokkot, ugye abba belemásolom a parancsot, ami megidéz egy ilyen, egy ilyen falling blokkot, egy követ. Azért entitásként idézi meg, és nem szedlokra rak le, mert az entitásoknak van ez a riding tag illetve most már Passengers, igen. Tehát amin meg lehet adni, hogy milyen más entitások legyenek rajta. Azért, hogy ne csak egy command blokkos csillném legyen, hanem sok. A szerkezet összerakásához sok kell. Szóval megnézze ezt a követ, amin van a, amin van a reston blokk. Ezek ugye így leesnek, és blokkok lesznek belőle. Tulajdonképpen lehetne spórolni, hogy csak reston blokkot rak le. Hm. lehet, hogy majd egyszer átalakítom. Most egyenlőre így van beállítva, úgyhogy egyenlőre így marad. A redstone meg ugye van egy, van egy sín, ahogy mutattam, és a sínre pedig pakolja ezeket a ezeket a command blokkos Ha megnézitek, akkor itt van a sinnek ez a Passengers tagje, itt indul, és az összes csilla benne van. Úgyhogy ugye az összes csilla így rá fog esni, és olyan sorrendben, mint ahogy itt a fájban fölülről lefelé haladunk. Tehát ez így fontos, hogy ilyen sorrendben fognak lefutni a parancsok és akkor ugye, ahogy mondtam, belítja a game rule-okat, összerakja a dobozt, rárakja a táblákat, aztán a belsejét rakja ugye össze, soronként, és végül a törlés. Ez ugye például nagyon fontos, hogy a legvégén legyen. A törlésnél kitörli a csilléket, meg kitörli ezeket a blokkokat. És hogy ezt a blokkot is kitörli. Megpróbálom mintán megmutatni, hát ha látszódik. Bemásolom ide. hát Láttátok, ott volt a ott volt a kő, a reston meg a csille. Szóval ennyi, a mintalinket természetesen ott van leírásban. Hát ha a kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor akkor ott van a hozzászólások rész, ha nem ezzel kapcsolatban, akkor nyilván e-mail, vagy ASK, vagy, vagy valami. Nem, nem valami, e-mail, vagy ASK. A kézikönyv óvjon.